Szigorú óvintézkedéseket vezettek be a madárinfluenza megelőzése érdekében a kassai állatkertben. A pusztító kórt az új év első napjaiban diagnosztizálták a nyugat-szlovákiai régió egyik farmján, majd a múlt héten a Bajmóci állatkertben, ahol eddig összesen 41 fertőzött, illetve az azokkal együtt tartott madarat kellett elpusztítani. A vírust Kelet-Szlovákiában egyelőre nem igazolták, ennek ellenére Kassán is nagyon komolyan veszik a problémát, mivel 3 éve ott is pusztított a kór. A kassai állatkert taván csak az odatévet vadkacsákat, libákat látni. Az állatorvosok szerint a fertőzés forrásai és terjesztői pont az ilyen vadon élő szárnyasok. Azért, hogy azokkal a tavon élő vízimadarak ne érintkezzenek, karanténba helyezték őket. Így próbálják megelőzni a pusztítókór terjedését. Nagyon szeretünk ide járni az állatkertbe, évente többször jövünk, de most sajnos nem láthatjuk a hattyúkat és a fekete hattyút, mert bezárták. Egyedül az emu maradt a kifutójában. A fácánokat és más nagytestű madarakat, tyúkféléket, melyek egyébként szabadon mozognának, ketrecekbe zárták és letakarták, hogy a felettük elszálló madarak ürülékével se érintkezzenek. A pávákat ideiglenesen ebbe az üvegfallal védett kültéri madárházba helyezték át. Ügyelünk az intenzív állathigiéniára. Minden olyan ketrec és objektum elé, ahol madarakat vagy más állatokat tartunk, fertőtlenítő lábtörlőket helyeztünk el. A szabadon mozgó pávákat karantén alá helyeztük, hogy ne érintkezzenek a vadon élő vándorló madarakkal. A gondozók szájvédőt és kesztyűt használnak, mondja a zoológus. Szigorított higiéniai szabályokat vezettek be az etetés és gondozás terén. Az óvintézkedések a személyzetet is érintik, csak fertőtlenített cipőben mehetnek a karantén alá vont állatokhoz. Kelet-Szlovákiában idén egyelőre nem igazolták a madárinfluenzát, nem is jelentettek erről a területről gócpontot. Az óvintézkedéseket a korábbi tapasztalataink alapján vezettük be, a legfontosabb, hogy ne adjunk esélyt a kór terjedésének, mondja az igazgató. A mintegy 300 állatfajt és közel 1500 egyedet számláló kassai állatkertben legutóbb 2017. januárjában pusztított a kór. A fertőzés miatt akkor egy hónapig zárva tartottak.